Azt már a rajt előtt tudni lehetett, hogy nem könnyű a kisvárdos sorsolása, az újonc ugyanis az első négy fordulóban az előző bajnokság első négy helyezettjével játszik, háromszor ráadásul idegenben. A Molvidi FC és a Budapest Honvéd elleni 4-0-ás vereség, valamint a két meccsen mutatott játék azonban lépésre késztette a klub vezetőit. Bár a sereghajtó Kisvárdánál 5 csapat is mindössze 1 ponttal szerzett többet, az előjárók és Kondás Elemér közösen úgy döntöttek, hogy más személyiségű, más munkamódszerekkel dolgozó edzőre van szükség a feljutásra a helyi sporttörténelmet író tréner helyett. Nagyon pozitív személyiség, csak túl jó ember, és azt gondolom, hogy ez a csapathoz most egy szigorúbb, talán következetesebb és harcosabb személyre van szükség. Elsősorban a mutatott játék, illetve az a kilátástalanság, ami jellemzett minket a mérkőzéseken, ez mondatta velünk azt, hogy mindenképpen váltanunk kell. Talán az volt a nagy probléma, hogy több nációba jöttek most játékosok, hogy az is probléma lett, és nem sikerült ezeket a rafkósabb játékosokat rövid időn belül csatasorba állítani. Nyelvismereti problémáink is voltak, illetve azt gondolom, hogy és ez a legfontosabb, a motivációval, a mentális bázissal voltunk elégedetlenek. A Kisvárda vezetői nem akarják elkapodni a döntést, olyan edzőt szeretnének, aki motivált csapatot tud formálni a több futballkultúrából érkezett játékosokból. Mindenképpen olyan edzőt szeretnénk hozni, aki a jelenlegi stábtagokkal, illetve kiegészülve most már az Orál Dáviddal, a Vas Dáviddal tud majd együttműködni, nyelvismeretekkel rendelkezik. Magyarban gondolkodtunk már, illetve megfelelő motivációt tud adni a játékosoknak, tudja vinni, csatába tudja vinni a csapatot. Horváth Ferivel beszéltem, aki tavaly a Balmazdal ugyan kiesett, de az a kiesés az úgy érzem, hogy nem csak az hibája volt, ha nevezhetjük hibának, hanem egy olyan gyengébb képességű együttessel tudott olyan eredményt mutatni, amit akár mi is elfogadnánk. Révész Attila elmondta, hogy menedzserek már cseh, horvát és orosz edzőket is ajánlottak számára. Egyelőre az Erős Gábor Kocsis János páros tartja a tréningeket, végleges döntés egy-két héten belül várható.